Sirályok a csalai hulladék lerakónál. Évről évre nagyobbra nő a domba szeméttelepen, bár a hulladék nagy részét igyekeznek újrahasznosítani a telep üzemeltetői. Most azonban egy másik lehetőség is szóba került a város szemetének újrahasznosításával kapcsolatban, egy környezettudatos hulladékégető és hőhasznosító megépítésének lehetősége. Erről rendeztek most osztrák szakemberekkel együttműködve konferenciát. Egy alternatíva az, hogy egy nagyon korszerű technológiával, egy nagyon jó szűrésrendszerrel megoldott égetőműbe kerüljön ez a mennyiség, ott energiát termel, mégpedig olyan formában, hogy villamosáram készül ebből részben, meg részben pedig távhőbe lehet betáplálni ezt a rendszert. Szakemberek szerint 25 ezer lakos távhő használatát és több tízezer lakos villamos energiaellátását fedezni az új erőmű, mely a kommunális hulladék elégetéséből és a megújuló hordozókból nyerni az energiáját. Magyarországon egyetlen ilyen égető van jelenleg, Budapest környékén. A régül szemétégetőt osztrák minta alapján építenék, több 10 milliárdos beruházás lenne. A mai konferenciánk célja az, hogy elindulhasson Székesfehérvár városában egy olyan kezdeményezés, ami a hődíj számlát csökkentheti, és ezáltal a keletkezett hulladékot megfelelőképpen ártalmatlanítjuk. Pár évvel ezelőtt egyébként már terveztek hasonló szemétégetőt Várpalota közelébe. Akkor a lakók tiltakozása miatt nem indulhatott meg a beruházás. A hulladékégetők építésével foglalkozó szakemberek szerint azonban ma már szinte a nullára redukálható egy-egy ilyen telep káros anyag kibocsátása. Mindemellett a szemét majdnem 80%-át képes elégetni egy-egy ilyen üzem.